Ez a zsilip érintetlen és szükség esetén megfelelően használható a vizek kezelésére. Azonban előfordul, hogy a fémtolvajok levágják a korlátokat, a mozgatókerekeket, de még a zsilipkapu fémlapját is ellopják, ha tudják. Ezekért néhány tízezer forintot kaphatnak a hulladékudvarokban, míg a kár meghaladhatja a több milliós nagyságrendet is. Számukra kísértékű bevétel kapcsán nálunk egy nagyon nagy kár is keletkezhet, hiszen ha csak az elmúlt évi kétsei esetet említjük, ott kb. Egy 8 millió forintos kár nagyságrend keletkezett, aminek a helyreállítása az nálunk megközelíti a 15 millió forintot, hiszen egy teljesen új műszaki megoldást kell kialakítanunk, ami talán biztosítja azt, hogy a elkövetkező ilyen próbálkozásokat sikeresen tudjuk majd megakadályozni, tehát olyan műszaki megoldást kell keresnünk, ami lopásbiztossá tudja tenni a szivattyútelepet. A vízügyi igazgatóság együttműködést kötött a rendőrséggel, így közösen járőröznek a zsilipeknél, szivattyútelepeknél, több helyen pedig kamera és riasztórendszereket szereltek fel. A színes fémet gyakran külföldön értékesítik a tolvajok, ugyanis a hazai mélytelepek szigorú szabályozása miatt előfordul, hogy nem tudják itthon eladni a lopott fém hulladékot. Elsősorban az a lényeg, hogy 18 éven felül legyen a személy. Személyi lakcím adókártyával kell, hogy rendelkezzen, mert annélkül nem lehet átvenni a hulladékot, meg hát olyan fémeket, ami a háztartásba igazság szerint előfordul, olyanokat lehet értékesíteni, ami ilyen ipari eredetű, azokhoz külön engedélyt kell kérni a hatóságtól. Na, jó napot az uraknak! Jó napot! Ennyi? Ennyi? Személyenként naponta legfeljebb 100 000 forintnyi fémet lehet értékesíteni, és ha engedélyköteles, úgynevezett érzékeny fém kerül a hulladékudvarba, arról a vállalkozásnak értesítenie kell a hatóságokat.